Balázsral ma versenyezni fogunk, hogy ki a jobb tanuló. Dolgozati írásban mérjük le, hogy ki a tanár kiskedvence. Nézd végig, hogy láss ki az okosabb, és kinyerje meg a fődíjat. Ma egy Back to School videót fogunk csinálni. Mit csinálunk? Back to School videót, és Balázsra ketten fogunk versenyezni, és feladatokat fogunk megoldani, és aki nyer, az megnyeri a főnyereményt. És mi lesz a főnyeremény, Kamilla? Videó végén kiderül. Kamillával ketten fogunk versenyezni, és megnézzük, hogy ki jobb matekból, ki jobb mindenféle tantárból. Nem csak egy tantárból fogunk megoldani feladatokat. Aki bejön hozzánk tanár, az fogja felírni a táblára, hogy mit kell megoldanunk, és akkor meg kell oldani, és hogyha jól megcsináljuk, akkor megnyerjük a főnyereményt. És én fogok nyerni, mert én jobb vagyok. Nem, mert én fogok nyerni. Én jobb vagyok az iskolában. Most kiderül, ki jobb tanuló. Melyik tantárból vagy a legjobb? Hogy gondolkozok, semmelyikből? Hát technikából jó vagy, nem? Meg énekből. De úgy egyébként mindjárt becsengetnek, úgyhogy sajnos készülődünk kell órára. Mi néz? Ott egy köcsög, mint te. Te nem akarsz oda felmenni? Nem, mert én itt jó vagyok egyébként. Becsengettek, Kamilla. Becsengettek. Csönd legyen, jó? Megérkeztem, jó napot kívánok! Egy külön kiadást hoztam ma maguknak. Az érthető matematikai, remélem érthető lesz most már ez a dolog. Tóth Balázs, igaz? Igen, én lennék az. Mit kell tudni őről? Ez csak már hallottam a tanárival, hogy a susmargásokat. Hát igazából azt kell tudni rólam, ide járt a bátyám. Róla is hallottam egy két dolgot. És azt kell tudni rólam, hogy szeretek rajzolni, matekból nagyon jó vagyok, ötös, dicséretes ötös, és nagyon szeretem az őszt. Az remek, mert ősz van, akkor reméljük, hogy így az összhang is meg lesz. Kedves Kamilla is itt van velünk, őről esetleg valami érdekesség. Ide járt a bátyám. Igen, hallottam róla egy-két dolgot. Jó vagyok énekből, és kémiából, és angolból. Ötös vagyok mindig. Hát igen, ez a matematikához ez k***a kevés, csak úgy elmondanám. Ez egy kréta. És akkor ezzel fogom felfirkantani itt a feladatokat. Ajándékosok is maguk. Csak már úgy keveredik itt a kor. Nyolcadikosok vagyunk most. Akkor ez a 12-es feladatkönyv pont jó lesz nekünk. Csak feljebb, ugye? Nem lejjebb. Csinálunk! Először egy ilyen összefoglaló dolgot, ezt így közösen csináljuk. Hadd fejezzem be, ugye azt hallottam, hogy itt majd meg kell méretetni magunkat, most magamnak nem, mert én már bizonyítottam, mint mindenkinek. Először közösen gyakorlunk, csak az alapoknál kezdjük. A számhalmazon értelmezett nem lineáris alapfüggvényekkel kezdjük, jó? És ne nézzenek már össze, mert tudják milyen irritáló, nem zavarok esetleg. Kezdjük az exponenciális függvénnyel. Ugye, az exponenciális függvény, felvázolok ide önöknek egy koordinátarendszer, tehát nem lett egy nagyon egyenes dolog, de ez én már bizonyítottam, el lehet tekinteni a dolgoktól nálam. Ez egyes egység, itt a másik egyes egység. XY tenger. Rendben, szeretném, hogyha közben jegyzetelnének, és nem a kamerát fogná a kezében, Balázskám. Bocsánat. Kamilla, esetleg lemaradtál? Igen. Nem baj, hogyha közben itt tegezlek, mert ugye sokkal fiatalabb vagy, mint én. Igen. Én már ugye én meg bizonyítottam. És akkor közben rajzolom itt a hiperbolát, ami hasonlóképpen néz ki egyébként, mint az exponenciális függvény. Ez... Kiesett a zsogatba közben. Jó. A jegyzet az elmaradt közben. Most pedig következzen. És jöjjön akkor a félparabola elmélet, ugye? Az is egy hasonló képen néz ki. De majd az csak... Valámosan álljon lefele! Megértette? Küldöm az igazgatóiba! Jó? Na! Ott fogja meg! Kamilla volt! De hogyha úgy gondolják, esetleg én itt be is fejezhetem ezt itt az egészet. Folytathatják esetleg itt a beszélgetést. Én kifáradhatok azon az ajtón egyenesen. Én ugye itt már bizonyítottam. Nem nekem kell leérettségizni. De nyolcadikosok vagyok. KUSZ LEGYEN! Fognak leérettségizni. Vagy esetleg elmentek egy szakmunkás képzőbe. Nagyon vicces, jó. Akkor kezdődjük ez a dolgozat. Ugye, már rendesen felkészítettem önöket. Ugye, ennél jobban nem tudtam volna. Igen, ennél jobban nem. Szeretném, hogy felírják az első feladatot.
Első feladat. Hol helyezkedik el a földközi tenger? Negyedik feladat. Írják, nem, nincs kínlódás. Negyedik feladat. Az exponenciális függvény milyen mélységben függ a dél-afrikai kontinenshez képest? Hogyha tüsszentjenek el, nyugodtan tegye ezt úgy, Balázs, jó rendben? Engem ne rögjön ki, b***a meg! Dél-afrikai... kontinens, hányszor mondjam még el? Meg nem érthető az a kérdés? Következő kérdés, első feladat. A VUK versben Tony Montana miért játssza a sepphelyes arcút? És akkor jöhet az utolsó feladat, azaz a hetedik. A fehér vérsejtek. Írja Balázs, kérem szépen! A vér az nem piros? A vörös vérsejtek, ugye így kezdődött a mondatom. Aha, nem figyelt egyikőjük sem, mert fehér vérsejtet mondtam. A fehér vérsejtnek hány százalékaában található meg a parabola függvény x plusz y gyöke? Jó, akkor lássanak hozzá, kapnak 3 percet a megoldáshoz. Hogy állnak? Kell valami segítség esetleg, Balázs? Semmi baj. Kell valami segítség esetleg? Ugye láttam, ez... Igen, ez nagyon jó. Figyelek! Letelt akkor a 25 perc, amit ígértem. Jó. Szeretném kérni, ezt hozzászámolom majd. Jó? Itt az enyém is. Jó, köszönöm. Bocsánat, egy kicsit izgultam és kicsit izzadtam. Átnézem mindenképpen. Nem. Gondolt, de... Én is félek, nem sikerült ez úgy, ahogy gondoltam. Nem is jó sorrend, de írtad fel a feladatokat. Ha nem ötös lesz. Anyám meg fog járni. Rendben, akkor... Ott ragasztott, tettél rá. Az utolsó kérdés, ugye felkérdeztem, hogy miért Mezopotámiában folyik a Nílus, és miért nem Egyiptomban helyezkedik el, ugye ez volt a hetedik kérdés, azaz az első. Azt írt a válaszként, mert esik az eső. Földrajzilag nem így kell kiejteni. Viszont helyes a válasz, azt kell mondjam, ezért fél pontot kap rá. Én is más hátra, mint elmondjam. Tóth Kamilla nyerte meg ezt a dolgozatversenyt. De sajnos el kell keserítsem önöket. Ez nem elég ahhoz, hogy leérettségizzenek, és hogy a versenyt megnyerje Tóth Kamilla. Viszont, bocsánat, de nekem k***vára szállnom kell, úgyhogy a helyettesítő tanár be fog jönni. Örültem, viszontlátásra! Ezt nem hiszem el, annyira gürcöltem rajtam, nagyon-nagyon izgultam. Meg itt ebbe az osztályba kellett jönnöm. Hogy van? Jó vagyok, köszönöm. Osztálylétszám? 2. Na, maga is ide talált? Köszönöm, hogy megtisztelt. Írjanak. Melyik osztály? A... Hetedik. C. A C? Mit jelent a C? Cici. Cici, jó. Ha már a cicikről volt szó. Nem kell! Kémia. Kémia óra. Tehát a kémia. Mikor egy férfi és egy nő találkozik. Tehát találkozik egy férfi és egy nő. Ugye a nőnek van a... A férfinak meg van a... De nem ezért találkoznak. Nyilván. Persze. Jó, nem telefonozunk, ugye órán? Igen, nem. Jó. Nem. Olvasom. Nem benne van. Mi az? Aha. Félek. Ezt kezdődően mi a baj?
Ami van valami bajom, úgy látszik. Na, hol tartottam? Hol tartottam? Igen? Igen? Tessék? Kimented most dúba? Megszerettem most Dani? Még egy kérdés, bocsánat. Igen. Dolgozott írásról volt szó előző órán, és senki nem szólt. Nekem se. Nem valami jó szemüveget vettem fel. Tényleg. Dolgozat. Ha dolgozat lesz. Ez mi? Mindegy, ez nem kell most. Mik ezek a tárgyak? Bemelegítőként. Tessék el, Gyula! Szennyvíz és a folyó. Ötös alá. Jó. Ez egy ötös alá. Igen. Ferenc? Milyen tárgyakat kell elmondani? Amit előttem van. Vicceltem, hogy tudjuk, hogy az a gyerek vagyok. Én tudom, hogy mik ezek. De mik ezek? Tudom, mik ezek. Ez mi? Ez? Hát az egy fekete cső. Valahatóan. Igen. Szeletelő. Írják fel. A folsav hány százalékban tartalmaz folt, és hány százalékban savat? Kettes kérdés. Hogyan nevezzük a 99 Celsius fokos vizet? Vicceset mondtam talán? Hányadik kérdés jön? Harmadik kérdés. Hol található az alkáli filmeket előállító település, azaz alkál? Mi a baj? Ne beszélgessenek, dolgozat van. Dolgozatot írunk, önállóan. Nem csak a tévítő játék van. Jó. Megszezavartak. Milyen óra van most? Fizika. Hogyan néznek ki az elektromos vezetékeken áramló elektronok? Meg tudod birkozni ezzel a négy kérdéssel? Igen. Van rá 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Milyen óra van most? Kémia! Miért számolok én itt? Jó, vége, köszönöm. Hiszen egyesnek tűnik eddig. Azt hittem, hogy kibabrál velem. Ezek miért ilyen kémiai kérdések ezek? Ki mit lát, de én egyelőre semmit. Jó, hát ez egyes, hát. Szerintem. Egyes? Nem látok semmit. Kérdése, hogyan nevezzük a 99 Celsius fokos vizet? Víznek. Dehogy is, a forró víz. Igen, hát ez hát, víz. Én egyes alát mondanék. Mindegy, egyes. Hát nem tudom, most az egyes, hát nem? Hát szerintem egyes, korrekt. Nézzük akkor. Miért milyen feketeik minden? Jó nap tűnik. Ez csak a fekete az egész. A másik szemét is aki. Ki a szemét? Akárhogy csinálom, ez fekete. Te leírta ezt a papírt. Az jót jelent. Ez jót jelent. Az van, szerintem olyan 4-es körül lehet. Átteszem az 5-ös lencsére. Hát ez 5-ös. Az ötössel láttam! Ez ötös! Hát, hölgyem, ezennel ön nyerte ezt a kémia versenyt. Jó. Mi jó, hogy volt ötös lencsém, nem? Igen. Ja. Egy kérdés. Igen? Lehet órai munkára ötös kapni? De, hogy ne lehet. Jelenleg? Igen, jelentkezik el érte. Ötös! Mi lesz, ha ezt meggyújtom? Szerintem ne gyújtsa meg! Köszönjük szépen! Ezt a verseny Kamilla nyerte. Gyere Kamilla, most már nem dolgozunk Kamilla! Csak bele! Te nyerted meg a versenyt, és akkor most, amit a videó elején elmondtál, hogy mi a nyereményed, megnézzük. Kamilla! Besúgj sem a szemem! Nem. Szemem! Hát igen. És nyisd ki! Itt a nyereményed, Kamilla! Egy nagy csomó kokszós honkit. Én amondó vagyok arra, hogy csináljunk is egyet neked. Most. Megkérdezett
nyugodtan. Öntesz bele egyébként nekem. Segítsünk! Hú, fiam! Na jó, most már elmegy a segítség. Na, csak sikerült ez. Ilyet, ne ígyatok, mert ilyen legyük lesztek tőle. Viccen kívül amúgy, ígyatok ilyet. Kóstoljátok meg az új teámat, a Skultit, ami a legfinomabb tea. Még a Kamilla teánál is finomabb. Pedig nehéz jobbot csinálni annál egyébként. Igyátok, vegyétek, vigyétek, igyátok, vegyétek, vigyétek. Köszönjük, hogy itt volt a videóban. Peace out. Azon tanakodok, hogyha de... késemat, hogyha egy kicsit fel... Szerintem ne csinálja. Jó van, majd gyertek, én addig eltűnök egy jó időre most. Oksa. Sziasztok. De az én nevényem van. Kamilla, nem érdekel, én is küzdöttem érte. Úgyhogy én most ezt hazaviszem. Elengednétek. Na, persze. Gyere csak. Thank you.